És vissza is tértünk, és végre nem egyedül, hanem itt lesz velem Vevi is. Sziasztok, itt ismét itt vagyok, Vevi a Yosemite csapatából, és elkísérem Matthew-t erre a két Challenger Division-ös meccsre. Így van, mielőtt egyébként a mérkőzés felvezetése megkezdődne, egy újabb giveaway-t tartunk, ugyanazok a szabályok, felkiáltójel ticket parancsal, nyerhettek most egy Intrudium névre hallgató Black Market dikált, úgyhogy tessék nyugodtan részt venni a giveaway során, ne felejtsétek el, amennyiben nem vagytok feliratkozók, sorsolás időpontjában itt kell majd lennetek, és utána 30 másodpercetek lesz, hogy bezsebelhessétek ezt a Black Market dikált. Amennyiben viszont feliratkozók vagytok, hogy abban az esetben eltároljuk nektek ezt a dikált, és értesítünk abban az esetben, hogyha megnyertétek. És akkor foglalkozunk is a mérkőzéssel. Kik fognak játszani? Most a Green Love és a Please Forfeit csapatát láthatjuk. A Green Love oldalán ugye Cherry és DL, míg a Please Forfeitnál Ignis Destroyer és Proxy fog játszani. Mit tudsz elmondani a csapatok formájáról, Matthew? Mind a kettő csapat egy elég imponáló 2-0-as győzelemmel hangolt erre az egymás elleni küzdelemre, úgyhogy talán mondhatni az is, hogy talán ez a forduló rangadója lesz, ugyanis a Please Forfeit az előző fordulóban 2-0 arányban, jól emlékszem, 4-1-4-1 mérkőzésen belüli eredményekkel a Genesis győzte le, míg a Green Love 2-1, illetve 3-1 arányban a Looking for IQ-t. Mind a kettő csapat egyébként nagyon szép játékot mutatott az előző fordulóban, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mire lesz itt képes Góliát és Góliát talán egymással szemben. Meg is adjuk nekik a sheep szót. Bizony, úgy tűnik, hogy egyik jobb meccs után jön a másik. Kérlek, foglald el a helyed a nézőtéren. Meg is vagyok. És kezdődik ezzel a küzdelem. DL-nek az egy jó kick-off. Igen, te proxy véd. Ignis. Cherry. Egyébként nagy kérdés az, hogy Ignis ugyebár tegnap a Power Unite színeiben részt vett az RLCS csoport meccsein, ahol fogalmazunk úgy, hogy nem szerepelt túlságosan sikeresen a Power Unite. Helytállás azért megvolt a csapatnál. Jó, hát ebben semmi jogi objektív vélemény nem nagyon tudok belefűzni, na mindegy, de azért csapat annál szerintem eredményesebb megszereplésben reménykedett, és kérdés az, hogy mennyire fog ez kihatni Ignisnek a mai teljesítményére. Főleg, hogy 24, sőt egészen 26 órája volt az a Best of 5, 3v3 küzdelem. Igen, erre mindenképp én is kíváncsi leszek. És bizonytalankodás Proxynál, végül valamennyire föl tudják szabadítani a kaput. Ignis szintítanak Proxyt. És most esetleg összejöhet egy passzjáték, de Cherry clear-el. Igen, Proxy a kapura lövés választotta, inkább nem sokan múlott. Cherry épp hogy elkerülte a labdát. Igen. Proxy. Ignis messze van, DL-le is támadja. Ignis. Viszont még mindig a narancs csapatnál a labda, és az veszélyes is lehet. Proxy! DL! Szép kérdés DL-től. Nyújtózni kellett. Nagyon. Még a keresztlésznek is be kellett segíteni egyébként. Cherry. Igen. Ignis. DL elméri ezt a labdát, egy az egyben mehet Cherry. Vel szemben Ignis, keresztléc, érkezik a proxy, DL inkább lő egy öngolt. Hát be kell vallanunk, hogy nehéz helyzetben volt DL ott. A kapujával szembe találta magát a labdával. Mindenesetre a narancs csapat megszerzi a vezetést. 100 másodperc elteltével. Jézus Mária, átveszed tőlem ezeket a szokásokat, hogy így kiszámolod eltelt időt másodpercben? Hát, reméltem, hogy nem azt fogod mondani, hogy milyen lassan sikerült. Ja, nem. Egyáltalán nagy izé. Ki tudtad számolni? Hogyha az 1 perc 47 másodpercet tudod kiszámolni, akkor az azt mondom, hogy emelem a kalapom. Na, de foglalkozunk a mérkőzéssel, DL öngoljával vezet egyelőre a Please Forfeit 1-0 arányban. Proxy, backboard segítséggel védeni tud, Ignis tisztáz. Cherry és Ignis egymással szemben. Cherry lepasszolja DL-nek. Nem tudja kihozni, nulla boostja, Proxyval szemben viszont ez szép. Cherry veszi át a támadás vonalát,
Távoli próbálkozás, Dignisfield. Kipattanó DL! DL résen volt, a kipattan labdát egyenlítő gólra váltotta. Igen. Egyébként elsőre nem is tűnt egyébként veszélyesnek az a, úgymond átgondolatlannak az a tisztázás, de végül aztán másképp gondolt a DL, és végül kiegyenlít Green Love, mérkőzés felé ez érkezett, tehát igazából ott vagyunk, ahol elindultunk. Keri átfékeli a saját csapattársát is, Roxilőet éles szögből mellé. Kisebb bizonytalanság volt a kék csapatnál, de egyenlően megúszták gól nélkül. Ignis. Full a boost-tal, úgyhogy igazából szerintem itt vége is a támadásnak, de Proxy azért megy kellemetlenkedni. Viszont sietnie kell haza. Bocsánat, csak az a legyek, hogy Cherry annyira igyekezett a kontratámadásra, hogy a csapattársát is kilökte. Igen, aztán még a narancs csapattárstól is kapott egyet. Proxy, hol szélen, DL. Hoppá, Ignis 2-0, helyette 2-1. Nem bőven elég volt az az egy fail, amit a napi egyenlőség előző mérkőzésén elsütöttem. Hát az a majdnem fail. Maradjunk annyiban, csak majdnem fail volt minden esetre. Ignis a semmiből berobbanva ismét megszerzi a csapatának a vezetést. 2-1. Egyelőre valamelyest egyébként kiegyenlítettnek mondható a meccs. Igen, és egyébként úgy is harangoztuk be, hogy küzdős és hajtós meccs lesz, egyelőre a játékosok ezt igazolják is. Proxy talán egy ceiling shot, szép lövés, mellé megy a kipattonóra, nem jön Ignis. És Piet is talán Cherry vagy legfeljebb egy jó 50 forszírozhat. DL. Proxynak kipasszolja oldalra, DL egyelőre még a labdával. Hoppá, hoppá, DL. Valahogy megmenekül csapata a góltól, viszont. Igen. Ki volt lökve mind a két kék játékos, de végül is egyre úgy néz ki, hogy megmenekültek. DL, Ignis 0 boost-tal, jó az 50-50. Ignis még viszont mindig. Fel is tudta venni a 100-ast, és Proxynak ez egy szép passz és szép lövés. Így van, 3-1 ezzel már. Jól látta meg Ignis, hogy üres a középső része a pályának, és Proxy természetesen jól látta meg szintén ugyanezt. 3-1, két gólos hátrány, szűk egy perc a vége előtt. Lehet, hogy az lehet, hogy most már 4-1. Így van. Proxy a kickoff után 4-1-re módosítja az állást. Egyelőre úgy néz ki, hogy bár még ez nem a mérkőzés vége, nem a hivatalos végeredmény, de egyelőre ez a 4-1-es eredmény tetszik egyelőre a narancsárga csapatnak, mert a Genesis-t is két meccsen mindkétszer 4-1-re ütötték ki. És hogyha ez így marad, hoppá! Fake kickoff-val próbálkozik a kék csapat. Egy érdekes fake kickoff, kapora lövés, Proxy. Pont Proxy-ba lőtték bele ezt a labdát. Proxy. Jó, ne semmi. Adjuk, beiratkozok egy logopédushoz. DL-nek nincs boostja viszont. Igen, üres kapu 5-1 az állás. Viszont ott Cherry nagyon alárepült a labdának. Nem fog látszódni, de fog látszódni, pont alárepül. Talán Proxy is elfékelte itt, nem tudom. Nem biztos, hogy ez fake volt, hanem csak szépen vissza akart volna rotálni. Aztán érzékelte, hogy üres az a kapu. És ez el is dönti az első meccs sorsát. Proxynak kell egy higgadt clear-t megoldania. Ez nem teljesen jön össze, mert pont Cherry elé tálalta azt a labdát. Double commit viszont most a narancság a csapattól. DL átlövi Proxy alatt, de Ignis ott van, svéd. Nem is tudtam, hogy amúgy észak-európai származású Ignis, hogy ott van a kapuba a svéd. DL. Ignis. Esetleg egy jó riddel. Még mindig fönn van. Húha! DL. És ebben a pillanatban leesik. Így van. Az első mérkőzés, tehát a Please Forfeit-é. De nagyon sokáig tartott magát egyébként a Green Love, nagyon sokáig 1-1 is volt az állás, aztán igazából két perc a vége előtt állt egyébként elő ismét nyerésre, úgymond a Please Forfeit, elnézést, ez egy blokk. Semmi gond. És aztán onnantól kezdve igazából
próbált futni az eredmény utána a Green Love, jó, elnézést, le vagyok már blokkolva. Próbált futni az eredmény után a Green Love, nem teljesen jött össze nekik így igazából. Ezért is talán ez a kiütés. Viszont továbbra sem érzek behozhatatlan különbséget a két csapat között. Tehát klisének hangozhat, de nem hinném, hogy ez egy lefutott mérkőzés egyelőre. Igen, egyébként a Green Love-tól láttunk már óriási fordításokat és óriási mérkőzéseket az előző szezonban is, bár akkor Cherry Doom-ival játszott. Kérdés az, hogy DLL mennyire van meg az összhang. Bár azért első fordulóban a Looking for IQ ellen szép összjátékokat is láthattunk a csapattól, még akkor is, hogyha nem éppen egy gólgazdag mérkőzésen sikerült begyűjteni a három pontot, illetve két, igen, gólgazdag mérkőzésen, hogy pontos legyek. Cherry. És igen, közben srácok, ne felejtsétek a giveaway továbbra sem, Intrudium Black Market Dikát lehet nyerni. A következő Only Kapufa Looking for IQ mérkőzés után sorsolunk. Tehát felkiáltója a tikit, és egy 1-től 10-ig terjedő egész szám. Így van. Közben foglalkozunk a mérkőzéssel. Miért volt ennyire üresen az a kék kapu? Hát, három könnyebbet, Matthew. Igen, de itt lehet látni, hogy double commit-el a kék csapat, és Ignis ezt érzékeli is, 1-0. És igen, egyébként az első tiket minden felhasználónak, illetve minden nézőnek ingyenes, továbbiak már, úgymond, boostba kerülnek. Egy tiket, 30 boost, az első még ingyenes, egy előbb meg. És foglalkozunk a mérkőzéssel is, DL az, aki ki tudja tisztázni a labdát, Cherry 0 boosttal, egyelőre a farvizében van, nem biztos, hogy ez egy jó megmozdulás, viszont szép Ignis ott van. Ignis egyébként nagyon jól kiegészít, úgymond proxy-t, vagy foglalkozunk inkább fordítva, mert Ignis az, aki inkább átjátsza a területeket és a Green Love-nak a védelmét, illetve a taktikáját. Proxy az, aki általában inkább megy a challenge-ekre és letámadja esetleg az ellenfelét, viszont ez nem sikerül neki, akkor inkább Ignis az, aki segíti. Valóban. Már egyébként viszont inkább azt mondom, hogy fordítva, tehát inkább Ignis az, aki talán félig meddig a vállára veszi itt a csapatot. Éles szögből, és DL-nek ez már második öngólja? Hát, elég nagy sebességre érkezett hátra, úgyhogy tehetetlen volt sajnos. Igen, ez előzővel szemben ez viszont cseréje volt, ha jól láttam. De ez tényleg egy, hogy mondják, egy, ez az angol mondja, ez egy honest mistake, tehát igazából ezen nem tudott, nem tehetett semmi Cherry, mert Ignis pont rá előtte a labdát. Bal szerencsére pedig befelé pattant. 2-0. Igen, most viszont DL-től egy empty jump után bent van a lövés. DL megindul, felugran a fékelni, felugran a aerialozni, aztán másodszor végül egy fake, de proxy! Proxy-tól egy backflip sajnos. Elsőre nem is láttam egyébként, hogy ott backflipped proxy, emiatt nem tudta kivédeni. Visszajön ezzel a mérkőzésbe Green Love, el is nekik. Hoppá, az viszont Ignis véri el. 2-2. Gyors fordítás volt. A fordítás még nem, de egyébként egalizálás igen. Igaz, bocsánat. Persze, semmi gond. Ignisnek még arra is volt, Ignis helyett Cherrynek még arra is volt ideje, hogy kimenjen erre a boostra. És miért döntetlen az állás. Az első mérkőzésen 0-1-ről hozták vissza, most 0-2-ről sikerült. És pont akartam mondani, hogy kíváncsi voltam, mikor fogják elsütni megint a fake kickoffot. Elsütötték, de nem jött össze. Ignis. Jó, challenge, proxy felé a passz. Igazából proxyra ütötte rá a labdát, jó is lehetett volna. Cherry elhagyja a DL-nek, aki sem tudja kapura lőni ezt a labdát. Kiszedi a védőjét. Prox. Proxy még azt talán megszerezheti valahogy. Itt a mod Cherry-től. Nem, után ismét Proxy. Proxy busz nélkül mondjuk. Hoppá, üres kapu. De viszont nincs támadó, mert Cherry demóz. Így van, ez egy szép megmozdulás volt. Cherry érzékelt, hogy más esélye nem lehet elkerülni itt a gólt. Marad a döntetlen. Proxy előre. De mindenképpen látszik, hogy a Green Love nagyon tisztában van azzal, hogy mi történik a pályán és mit akar az ellenfelük. Az előző meccsen is inkább egy-két szerencsétlen hiba okozta a vesztüket. Igen, igen, jól látod, Cherry és DL csapatként jók, úgymond. Egyéni megmozdulásra én is nagyon emlékszem egyébként a
sem az előző szezonban Cherrytől, sem pedig az előző mérkőzésen Looking for IQ ellen. Inkább csapatként jók, Looking for IQ ellen bizonyították is egyébként. Az első góljuk az parádésra sikerült egyébként. És most is inkább csapatként próbálják kiegészíteni egymásnak a játékát, hogy ami esetleg az egyik játékosból hiányzik tudás szinten úgymond, egyéni skilleket tekintve, másik a helyezkedésével azt ellensúlyozni tudja. Egyedül úgy néz ki, hogy sikerül, mert bár az első mérkőzést elvesztették 5-1 arányban, most viszont partiban vannak a Peace Forfeit-tel. Roxy szerintem ott nem bánt volna egy boostot felszedni, de pont egy pixellel kimaradt. Igen, cseré, bepassz középre Diálnak, de végül Ignis Seitel. Roxy hozhatja teletárral. Cseré mellett el is tudja vinni, de Diál ott van. Ignis, pont elfogy a boostja végére. Szép volt az Ignis-től. Viszont még vihet is. Viszi Erdőbőre. Roxynak talán a passz. Mindenki beleér abba a labdába, mindenki is beleér abba a labdába. Itt viszont véget ér a narancs csapat támadásra. Ignis kioldalra Proxynak. Proxy. Talán ő viszi fel egy Erdőbőre, nem? Elpattan tőle Diál oldalra. Kritikus lehet, hogy kiszerzi meg itt a harmadik gólt. Mert nagyon nagy eséllyel az a csapat meg is nyeri ezt a második mérkőzést. Diál, nagyon üres a kapu. Cseri elrepül keresztbe, Flagman, Proxy nem tudja kiütni, 3-2. De való megijedtem egy pillanatra, hogy Cseri úgy fog beleérni, hogy végül nem fog kapra tartani, de nagyon okosan visszahúzta a kocsit. Igen. Rájött, hogy fontosabb az, hogy ez egyből bemenjen, mint hogy esetleg valamilyen fancy mozdulattal belopja azt a labdát. Vagy lehet, hogy esetleg gyorsítani akart rajta, mert nem tudta, hogy odaér esetleg a védő. Ebben is van egyébként valami. Minden esetre jól csinálták, így utólag mindenképpen elmondható. Roxy. Roxy, veszélyesen becsapod a labda, Ignis lő kapufa! A lécen csattan ez a labda, ott lehetett volna hosszabbítás jelentő találat, de még nem pattant le. Csak most, mert Proxy nem tudja átvenni, kiegyenlít a Green Lab összesítésben. 1-1. Hát srácok, úgy néz ki, hogy ez a mai közvetítés nem fog végére érni, mert papíron már 8 perce mennie kéne az Only Cup of a Looking for IQ küzdelemnek, ahhoz képest még itt vagyunk a 20-30-as Green Lab Please Forfeiten. És el is jött az az áhított Game 3, amit még az első meccsen vártunk. Azt igazából 2-0-ra lehozta a Genesis, viszont itt még lesznek küzdelmek. 100%-os konverziós ráta a Green Lab oldalán. Igen, 3 lövés. Azt akartam mondani én is. 3 lövés, 3 gól, miközben 7 lövés volt a Please Forfeit-nél. De nézzük, még lesz az a csapat, amelyik végül higgadtabb tud maradni a befejezésekben. Higgadtabb tud lenni a pályán. És megnyerni ezt a harmadik mérkőzést. Ja, a Green Lab mindenképpen jól eltalálta most ezen a meccsen a... Isten. Ó, az egy gól. Hát, lehet, hogy amit akartál mondani, azt jól eltalálták, de ezt a labdát Diel nagyon nem találta el jól. Mellé ugrott annak a labdának. Igen, ez most sajnos nem sikerült. Igen. És így szerintem a idei szezon leggyorsabb góljával vezet a Please Forfeit. Szerintem ez... Szerintem ez egy nagyon sokáig megdöntetlen rekord lesz Ignis Destroyer neve mellett. A hatodik szezon leggyorsabb gólja. Hát igen, onnan sokkal gyorsabban már nem lehet kick-off gólt lőni. Igen. Proxy. Próbálja becentrezni Ignisnek. Ignis miss. Diel. Cseri, elhagy a Dielnek. Kérdés az, hogy ez mennyire volt tudatos? Ajaj, kicsit. Kicsi kommunikációs probléma, de végül is ezt a lövést hárítja Diel. Ez viszont nem volt egy kellemes élmény most itt a Green Lab-nak. Fogalmazunk, hogy ez egy ilyen hideg zuhany így egyben a késő estére járó időpontban. Főleg, hogy igen, ezek a gyors gólok eléggé morálrombolóak tudnak lenni. Itt a Green Lab természetesen... Bocsánat. Mondja, fejezd be. Természetesen nem fogja feladni. Most is Dieltől egy óriási védés.
Igen, egyébként nagyon demoralizáló ereje van annak, hogy küzdesz, konkrétan vért köpsz azért, hogy kiharcolj egyébként egy ilyen kedvező eredményt, akár talán jobb ellenféle szemben, nem mondom azt, hogy jobban játszik a Peace Warfare, de az sem, hogy rosszabbul. Tehát, hogy konkrétan belead 100%-ot apait, anyait, hogy elér valami eredményt. Hoppá. És Cherrytől először egy nagyon okos demo, és aztán Clayton elhozza. Szép passz. Proxy mellett? Igen. Igen, szép volt a passz DL felé, DL pedig egy szép, hát már-már freestyle-os mozdulattal kiegyenlít. Igen, DL-t is meg kell dicsérni mindenképpen, hiszen Cherry lövése önmagában lehet, hogy még védhető lett volna a visszafele siető Green Love játékos által. Igen. Most is nem tudom, észrevetted, de Cherrytől nem volt jó az a clear, pont proxy elé passzolta, viszont gondolkodás nélkül ment a csapattársa, hogy kibámpolja a középen álló ellenfelét. Emiatt is jó talán csapatszinten Green Love, és ebben reménykedett, 3 pontot tekintve. Igen, és tényleg továbbra is azt történik a pályán, hogy jól olvassa a játékot egyszerűen a Green Love. Viszont a DL-lel misszeli, ott hagy a Cherrynek, 50-50 után inkább Cherry jön ki jobban. Ígéretes passz lehet. Alárepül a labdának, igen, nem merte megtámadni. Ignis, felpasszolja Proxynak, viszont pont DL elé, üres a kapu, nem üres, Proxy visszaér, szép édes. Proxy visszaért, és ezt is kiebüti, viszont DL-hez nagyon jól eltalálta azt a labdát. És fordít a Green Love. Proxy pont DL elé, de attól függetlenül ez egy szép lövés volt. De a hosszú felsőbe... Bizony, ez kipukálozta. Igen, vagy ahogy Spectra mondaná, kiköltöztette onnan a pókot. Cherry, egy távoli lövés. DL. Proxy lőhet esetleg. Cherry. Ignis. Ignis. Mindig Ignis. Proxy. DL. Egy szép akrobatikus mozdulat a kívüli oldalra. DL. Mindig. Ignis fölött egy jó flick. Üres kapra, mert Cherry 3-1 már az Green Love-da. Ez viszont nem egy jó hír a Please Forfeit-nek. Igen, Ignis végül megfordult ott a boot szedés után, és gondolta, hogy még inkább itt ütközi le Cherryt. De Cherry pont át tudta rakni felette. Ezzel 2 perc a vége előtt, 2 gólos erő. Cherry esetleg Reed a visszapattanóról. Cherry, nem Proxy, Cherry veszemben, nincs boostja. Cherry el tudja ütni. Ignisnek sincs. És Cherry elől van. Nem tudja gorra váltani ezt a szituációt. Proxy tudja esetleg a clear-t elvégezni. Proxy talán egy ceiling clear. Nem, inkább egy pinch földdel. Érdekes megoldás. Viszont Ignisnek az nagyon jó. Így van, 3-2. Visszajön a mérkőzésbe a Please Forfeit. Ó, abszolút. 1 perc 15 egy gólra. A világ minden ideje megvan. Kérdés, hogy vissza tud-e jönni a mérkőzésbe maradék 1-15 alatt. Ott az újabb fék a Green Love-tól. Igen, ez viszont már sikeresebbnek néz ki. Cherry egy távoli lövés, Proxy azonban védi. Sikerült a boostot is ellopni a Prince Forfeit oldaláról. A DL-nek kell figyelnie. Ketten támadják le egyszerre a narancsjátékosok közül. Ignis centerezése, hogy csak hosszú Proxynak. Cherry le is tudta ezzel támadni. DL. Van elég boostja? Hát nincs. Illetve volt csak erre nem. Proxy, éleszögből! Kapufára kijön, de Ignisre pattan a labda. 3-3. Tapasztalatban mondom, hogy kényelmetlenek ezek a kapufa ridek, amikor igazából bármerre pattanhat kifele oldalra. Ignis jól olvassa. Feszültséget teli, szinte tapintható már itt a feszültség ezen a mérkőzésen, hogy melyik lesz az a csapat, amelyik begyűjti a 3 pontot? Az DL-é kell, hogy legyen. Gyára védő szemmedel.
Igen, ráadásul másodszor Matthew, hiszen 6 védése van DL-nek. Atya úristen! Szemben viszont a Please Forfeit 12 lövésével. Lehet látni, hogy egy defenzíve felállásra próbálkozik itt a Green Love. Még egy lehetőség. Üres a kapu, proxy fölé! Lehet, hogy ez lett volna a meccslabda. Viszont Ignis open net. Még esetleg? Proxy a meccslabda. Igen. Proxytól ez egy óriási miss volt egyébként, de aztán Ignis úgy volt vele, hogy itt vagyok mate, lőd be még egyszer. Proxynek úgy jött vele, hogy köztesen bevágom. Na de mi van, hogyha most a Green Love tud lőni egy gyors kickoff gólt? Cseri, elhagyja DL-nek, de lepattan is ezzel végül. Kettő egy arányban a Please Forfeit, ez a Best of 3. Úristen, milyen Best of 3 volt ez? Tjúha, hát szorosabb nem nagyon lehetett volna. Esetleg, hogyha még OT-ra menti itt a Green Love a végén. Hú. Ez tényleg 15 lövése volt a Please Forfeitnek, 6 a Green Love-nak. 6 lövése DL-nek, Cseri mondjuk nem tudott egy lövés, egy védés sem felmutatni, de azért ez a két gólpassz azért így is ott van. Talán a pontszám alapján úgy érzni, hogy a DL félig meddig azért a vállára vette volna egy Cherryt. De végül aztán, jól nem hiszem, 2 perc volt hátra, amikor még két gólos hátrányban volt a narancscsapat, és így nyerték meg. Végül megfordítva, óriási küzdelem volt. Bizony, nagyon szépen felhozták. És míg a Green Love igazából arra ment, hogy viszonylag nagy százalékban értékesítette a helyzeteit, ugye emlékezhetünk az első vagy második meccsen volt, amikor 100%-kal lőttek, viszont Please for Fight oldalán 15 lövéssel azért nehéz kikapni. Bár azért ugyanis az első vagy a második mérkőzésen produkáltak hasonló számokat, hogy ez a dupla vagy kétszer vagy háromszor annyi lövése volt a narancssárga csapatnak, de aztán végül mégis vereséget szenvedtek, olyan viszont a második mérkőzés volt hasonló. Javíts ki, ha tévedek. Hú, bevallom én se tudom most hirtelen. Kicsit még a hatása alatt vagyok ennek a meccsnek. Hát igen, azért nehéz pár szóval elmenni ezzel emellett a mérkőzés mellett, mert egyébként tényleg úgy vezető fel, hogy ez egy 6 pontos küzdelem lesz. Két nagyon jó formában lévő csapat találkozott itt, és igaz a játékosok bizonyították is, hogy miért volt is talán a forduló rangadója ez a párharc. Igen, és nem mertem végül mondani, hogy ez váratlan egy felsőházi rangadó lesz, mert kezdenek úgy alakulni az eredmények a Challenger Divisionben, hogy nagyon szoros lesz. Nehéz megmondani azt, hogy kik esélyesek az osztályozóra, a bentmaradásra, bár mondjuk tény, hogy korán vagyunk még a szezonban, igen. De mindenképpen izgalmas. Igen, jelenállás szerint úgy áll a tabella, hogy a Savage Sox vezeti a tabellát egy első helyen, 2 meccsből 2 győzelem, ráadásul mind a kettőt 2-0 arányban, Please Forfeit pedig a második, szintén 6 pontosak, 2-ből 2 győzelem, de ezzel, hogy most egy vereséget elszenvedtek ebben a Best of 3-ban, emiatt szorulnak hátra. Green Love és a Genesis a harmadik, illetve a negyedik helyen, rendre pedig Elite Esports Looking for IQ és a Videm Guys. Most pedig érkezik közvetítésünk utolsó párharca, ahol bemutatkozik az Only Kapufa, Csucsuka, illetve Erik Varga, valamint velük szemben Looking for IQ, aki első győzelmére hajt szintén. Másodott